날카로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 az ilyen jellegű mérkőzések nagyon hálásak, hálás feladatnak tűnnek mindig, mert ugye mindazok ellenére, hogy egy nagyon lelkes kis ellenféllel találkoztunk, de azért korban, korosztályban kicsit fiatalabbak, mint mi, és így én több lehetőséget tudtam adni ugye a második, harmadik sornak, több variációt tudtunk kipróbálni, és így sem okozott gondot ennek a mérkőzésnek a megnyerése. Most már ugye egy új szisztéma szerint elindult idéntől egy Junior Kupa nevezésű szervezett bajnokság, aminek a második fordulója kedden indul, és azért is kellett még beszélnünk a mai meccsről is, meg a jövő hétről, mert fejben már a jövő heti Fradi elleni igazi rangadóról beszéltünk és készültünk a jövő hétre, mert az már jóval keményebb és nagyon kiélezett szituációban kell majd helytállni, ott nem csak 10-15 percig kell koncentrálni, mint ma, hanem 2-30 percen keresztül, úgyhogy 60 percig kell majd odafigyelni, hogy akkor talán esetleg legyen esélyünk a győzelemre. A Magyar Nemzeti Bajnokság másodosztályának fordulója volt itt ezen a napon. A Kispest Honvéd és a Kézilabda Szeged SC-nek a junior csapata mérkőzött meg egymással. Hát mindenféleképpen úgy gondolom, egy jó mérkőzést láthattunk, főleg, hogyha azokat a dolgokat belenézzük, hogy azért a mi csapatunk, a szegedi csapat, ez 99 és 97-es születésű lányokból állt, tehát jelentős 4-5 éves korkülönbség volt a két csapat között, ami természetesen ki is jött a mérkőzésen, tehát egy megérdemelt és győzelmet aratott a Kispest mindenféleképpen. Úgy gondolom, hogy tanulságosnak is tanulságos volt, de valahol azon a mederben zajlott ez a mérkőzés, hogy nehéz volt megítélni azt, hogy élik meg a mi fiatalabb játékosaink. Én úgy gondolom, hogy az összképet nézve nem az eredménnyel foglalkoztak igazából, hanem mindenki próbálta azt a játéktudást kihozni magából, amit tudott. Ez egész jó lett, én úgy gondolom, láttunk szép megoldásokat, és azzal a játék része viszont nem szabad ilyenkor foglalkozni, hogy az idősebb csapat ellen nem lehet mindent megoldani. Én úgy gondolom, hogy fejlődés terén mindenféleképpen előre fog vinni ez minket. Biztos, hogy nagyon sok ilyen mérkőzést fogunk még játszani ebben a szezonban, hisz egyrészt ugye az NB1B-ben újoncok vagyunk, másrészt pedig, mint mondottam, tehát egy nagyon fiatal junior csapatról van szó. Oppan Gangnam Style.